A Mi Hazánk mozgalom a leghatározottabban elvárja a magyar kormánytól, hogy akadályozza meg a WHO által előkészített pandémia szerződés elfogadását, illetve azt, hogy ezt Magyarország saját magára nézve is kötelezőként ismerje el. Ezt a Mi Hazánk az emberi szabadság és a nemzeti szuverenitás elleni támadásként értékeli, és ennek megakadályozása a minimum, amit a kormány megtehet. Bár a kormány COVID politikája élen járt az értelmetlen lezárásokban, és zsarolták az embereket a munkahelyük elvesztésével, amennyiben nem adatják be maguknak a vakcinákat, most mégis azt várjuk el, hogy ennek az őrületnek vessen véget a kormány. A WHO már 2021-ben bejelentette, hogy egy pandémia szerződést fognak elfogadni, amely egyezménynek az első szövegezése már megjelent. Ebben az szerepel, hogy ennek lesznek jogilag kötelező elemei is a nemzetállamokra nézve, és azt szeretnék előírni, hogy minden később felmerülő járvány esetében ezt alkalmazzák. De nem állnak meg itt, hanem a WHO kifejezetten létrehoz egy testületet arra vonatkozóan, hogy az felügyelje az egyezménynek a végrehajtását, sőt, azt is elvárják a nemzetállamoktól, hogy ők jelentsék a WHO testületének, amennyiben valaki megkérdőjelezi a WHO által javasolt egészségügyi megoldásokat, itt kifejezetten nevesítik is a vakcinákat, tehát aki megkérdőjelezi a vakcináknak a hatékonyságát, azokkal szemben a nemzetállam is lépjen fel, és ezt a WHO felé is jelezze. A végleges szöveget már 2024-ben el szeretné fogadni ez a nemzetközi szervezet, ami ellen a Mi Hazánk leghatározottabban tiltakozik, és elvárjuk a kormánytól, hogy a globális nagytőke lobbiával szemben a magyar emberek szabadsága mellett álljon ki.